Kattints a lekérdezések, pénzügyi mutatók, élőállat értékesítés beszállításonként menüpontra. Ezen menüpont alatt tudod leszűrni a beszállításonkénti élőállat értékesítéseiddel kapcsolatos adataidat. Lehetőséged van a szűrést telepre, genetikára vagy profilra szűkíteni. Ekkor a baloldali rotációk listában már csak a leszűrt tételek jelennek meg. Itt egérrel kijelölheted a megjeleníteni kívánt sorokat, amelyek az áthelyezés gombra kattintva átkerülnek a jobboldali mutat listába. Konkrét telep, genetika vagy istálló adatait még ennél egyszerűbben is le tudod szűrni. Ehhez az áthelyezés szűrőmezőben választ ki a megjeleníteni kívánt tételt, nyomd meg a szürke áthelyezés gombot, és a kiválasztott tétel azonnal átkerül a jobboldali mutat listába. A mutat listában szereplő tételeket pedig úgy tudod visszatenni a rotációk, azaz a baloldali listába, hogy az egérrel kijelölődőket majd rákattintasz a visszatesz gombra. Ha a baloldali listából nem választasz ki semmit, akkor a rendszer az összes eddig rögzített rotációra és istálóra végzi majd a keresést. Ha legalább egyet is kiválasztasz, akkor pedig csak arra. A rotációk lista alatt lezárás dátuma mezőnél a jelölőny négyzet bepipálása után a leadás dátumának per intervallumának beállításával szűkítheted a feltételeket. Az összehasonlításban megadhatsz legfeljebb 3 vevőt, így a szűrés után az adott 3 vevőnek értékesített állatokat tudod majd összehasonlítani. Az összehasonlítás csak akkor működik, ha a sor elején bepipáltad az összehasonlítást. Miután itt minden feltételt megadtál, kattints a zöld mutat gombra. A lekérdezés alapból az adattáblával indul. Ezen kívül még 2 grafikont is megtekinthetsz ezen az oldalon a lekérdezés tetején lévő fülek közti váltással. Itt találod a vevő per darab per átlagár és az átlagár per vevő per rotáció grafikonokat.